a Földön minden energiából van. Tehát nem csak körülveszi az energia a dolgokat, hanem szó szerint minden energiából van. Tehát ha valaki még a múltban él, és a fizikát tanulva ugye azt mondja, hogy az energia körülvesz minket, mert a fizikában ugye ezt tanultuk annak idején általános iskolában, meg középiskolában, meg stb., akkor lehet, hogy még most is azt vallja az ember, hogy az energia az körülvesz minket. Hát nem körülvesz minket az energia. Ha nincs olyan anyag a világegyetemben, ami ne energiából jött volna létre. Tehát mindent, amit látsz, amit érzékelsz, te saját magad, a te benned lévő anyag, az mind energia. Tehát mind energiából van. Nem létezne az anyag, ha nem energiából lenne. De azon túlmenően, ugye az energia az nem csak az anyagban létezik, hanem a fizikai elvek szerint az energia körül is vesz minket. Tehát a térben, még egy olyan térben is, ami mondjuk légüres tér, abban is van energia. Tehát maga az energia az a világegyetem alkotó eleme. Tehát, hogyha nem lenne energia, akkor nem lenne a világegyetemben semmi. És az ember egy olyan lény, amely a fizika két részéhez tartozik. Az egyik rész az a fizika, és a testünk, mint anyag. És az anyagban lévő energia, és a másik rész pedig a lelkünk, ami egy kvantumfizikai energia. Tehát a lelkünk az nem a fizika része, hanem az a kvantumfizika része. Tehát ezért ugye annak idején nem is tanulhattuk, mert kvantumfizikát még akkor nem tanítottak az általános iskolában, bár ma se. Olyan, mintha nem létezne. Tehát itt vagyunk mi emberek, és két dologból állunk, fizikából és kvantumfizikából. És most egy kérdés van, hogy azok az emberek, akik élik az életüket, és csak a fizikát tanulták, és fogalmuk nincs, hogy létezik olyan, hogy kvantumfizika, bár mint szót biztos hallották már, de nem tudják, hogy az mit is jelent, és gyakorlatilag úgy élik le az életüket, hogy csak a fizika törvényeinek élnek, és nem használják ki a bennük lévő kvantumfizikát, a lelket, és a kvantumfizikának a lehetőségeit nem használják ki. Ugyanis a kvantumfizikában már megjelenik az energia, és az emberben a lélek az egy értelmes energia. És mi emberek itt vagyunk, és a legtöbb ember, mondjuk az emberek 95%-a, az azt gondolja, hogy a fizika törvényei alapján akar élni. De aki egy kicsit tájékozottabb
az ember működésével kapcsolatban, akkor az tudja, hogy nem csak az energia, tehát nem csak a fizikát tudjuk használni, mint emberek, hanem a kvantumfizikát is tudjuk használni. És a kvantumfizikának az ember életében legalább olyan szerepe van, mint a fizikának. Mert a lélek legalább olyan fontos alkotó eleme az embernek, mint a teste. De a legtöbb ember ezt figyelmen kívül hagyja. És a testének él. És azt hiszi, hogy csak az a fontos, hogy van teste. Ugye a legtöbb ember valamilyen szinten tapasztalta, de nem tanulta, hogy a gondolatnak teremtő ereje van. De az nem fizika, hanem az kvantumfizika. És azt nem az anyag hozza létre. Tehát nem a testünk hozza létre, hanem a bennünk lévő lélek tudja létrehozni. Tehát a fizikához nem sok köze van, a kvantumfizikához van köze. És hát gondold végig, itt van az etika, amely teljes egészében az embereknek tudniuk kellene, hogy a kvantum fizikához kapcsolódó dolog. Tehát ezért meredek az emberek számára, mert a fizikában keresik a válaszokat, közben a kvantum fizikában lehet megtalálni a megoldásokat és a válaszokat. Tehát ez azt jelenti, hogy értsük, hogyha minél etikusabb dolgot művelsz, mindjárt mondom majd, mit jelent az etika, tehát honnan tudja az ember, hogy minél etikusabb, tehát minél etikusabb dolgot művelsz, annál nagyobb pozitív energiát hozol létre. Köze nincs a fizikához, kvantumfizika. Minél nagyobb pozitív energiát hozol létre, annál több pozitív energia ér téged. Minél inkább olyan dolgot csinál az ember, ami az önmagá vagy mások számára rossz, annál inkább negatív energiát hozol létre. Azzal a cselekvéssel. Akár gondolkodással. És annál jobban körül fog venni téged a negatív energia. És annál rosszabb lesz az életed. Tehát ha körülvesz a pozitív energia, akkor jó életed lesz. Ha körülvesz a negatív energia, rossz életed lesz. És akkor természetesen ennek vannak fokozatai. Minél pozitív dolgot teszel, annál erősebb pozitív energia fog körülvenni. Minél negatívabb dolgot teszel, annál negatívabb energia fog körülvenni. Hiszen az embert körülveszi, meg mindent körülvesz az energia. Oké, tehát nem csak minden energiából van, mindent körül is vesz az energia. Tehát ha te létrehozol energiákat, az az energia fog téged körülvenni. És minél intenzívebben hozod létre a bizonyos energiát, annál intenzívebben fog körülvenni az a típusú energia.
És akkor nézzük meg, hogy mitől függ, hogy mennyire pozitív valami, vagy mennyire negatív valami. Nekünk hamarosan indul egy új képzés sorozatunk. Az új képzés sorozat az azt jelenti, hogy most vagyunk az utolsó témánál. Az utolsó téma az a konfliktus feloldó coach, most járunk ugye a félút kezdete után. Tehát még van ez a hetünk, meg a jövő hetünk. És befejezzük ugye ezt a témát. És kezdődik egy nagyon-nagyon fontos téma, sőt alaptéma. Ezt pedig úgy hívják, hogy etika coach. Tehát mi emberek nem csak anyagból állunk, hanem értelmes energia a mi lelkünk. Gyakorlatilag, azt gondolj bele, van egy olyan testünk, amit öltöztetni kell, hogy ne fázzon. Vagy ne legyen melegen, mert vagy ne süsse agyon a nap, nem? Vagy ne ázzon bőrig, stb. Stb. Tehát elég érzékeny ez a test, nem? Sokat kell vele foglalkozni, nem? Napi szinten ilyen, szinte órákat foglalkozunk vele, nem? Etetjük, itatjuk, üríteni kell, öltöztetni kell, sok minden dolog van vele, nem? És itt vagyunk, mi értelmesnek gondoljuk magunkat. Bár sok emberre ránézünk, és beszélgetünk vele egy kicsit, aztán kiderül, hogy nem is annyira értelmes. De biztos, hogy ő is értelmesnek gondolja magát. Tuti. Szóval, értelmesnek gondoljuk magunkat. De ha megnézzük a mi értelmünket, miért nem olyan értelmes például egy fa, mint az ember? Miért nem olyan értelmes mondjuk egy állat, mondjuk egy hangya, mint az ember, ne? Vagy egy, mondjuk egy madár. Hát mert bennük nincs egy olyan lélek, mint bennünk. Érted? Tehát gyakorlatilag ők csak fizikából állnak. Bár energia van bennük, életenergia is van bennük, ami valamilyen formában kapcsolódik a kvantumfizikához. Tehát mi is, hogyha nem lenne egy ilyen gondolkodó, értelmes lélek bennünk, akkor úgy működnénk, mint egy, mondjuk egy fejlett majom. És akkor sokkal nagyobb arányban kapcsolódnánk a fizikához, mint a kvantumfizikához. De mivel van bennünk egy nagyon értelmes lélek, egy értelmes energia, gondolj bele, egy energia értelmes. Igen, ezt úgy hívják, hogy lélek. Oké? Ez másfajta energia, mint úgy általában. És ez az értelmes energia, ez a kvantum fizika szabályai szerint működik. Ami az emberiség történetében egy elég új tudomány. És még valahogy az iskolákból kimaradt, az iskolai oktatásokból. És itt vagyunk mi emberek, és a legtöbb embernek fogalma nincs a lelkével kapcsolatos dolgokról, a kvantumfizikai szabályokról, igaz? És csak a fizikának él. Hát ha az ember a fizikának él, akkor mit csinál? Eszik, iszik, öltözteti a testét, pihenteti, nem? Szórakoztatja a testét,
stb. Stb. Nem? Tisztán tartja, lehetne még sorolgatni, hogy mit csinál a testével. És akkor azt gondolja, hogy hát az az élvezet, hogyha ezek rendben vannak, nem? És akkor így a fizikai dolgokat elvégezte. De hát a fizika meg a kvantumfizika az kettő, az nem egy. Ha megnézzük a lelkünket, a lelkünknek nem az kell, hogy öltöztessük. Nincs szüksége rá. A testnek szüksége van rá. Hát most fognád, kilépnél a testedből, és ha megtehetnéd, feltételes módban mondom, akkor simán például bemehetnél a napba. Na ezt próbáld meg a testeddel. Hát most 100 fokot nem bírja ki, nem hogy a 15 millió fokot. A léleknek meg nincs olyan, hogy meleg, nincs olyan, hogy hideg. Érted? Ki tudna menni a légüres térbe a lélek? Az ég adta világon semmi nem történik velem, mert energia. Az energia nem vészel. Az értelmes energia meg feltétlenül nem. Tehát gyakorlatilag nincs szüksége táplálékra, nincs szüksége oxigénre, semmilyen gázra nincs szüksége, mert ugye a világegyetemben vannak olyan élőlények, amik nem oxigént lélegeznek. Még értelmes élőlények között is van olyan, mely nem oxigént lélegzik. Tehát a léleknek ilyenekre nincs szüksége. Nincs szükség táplálékra, nincs szükség italra. És az ember azt gondolná, hogy hát pedig ezek a fontosak. Nincs szükség pihenésre a léleknek. Na, ezt add össze. Pedig mennyire szeretnek pihenni az emberek? Még a pihenést is ki akarják pihenni. Elmennek pihenni, utána hazajönnek és kipihenik a pihenést, tudod? Miért nem ezt csinálják? Ezt szokták csinálni. Úgy elfáradtunk a pihenésbe. Hát ki kell pihenni. Tehát imádnak az emberek pihenni. Most gondolj bele, van egy olyan lélek, amelyiknek nincs szüksége pihenésre. Tehát gyakorlatilag nézed az időt, nézed, hogy fogynak az éveid, napjaid, hónapjaid, éveid. A léleknek még erre sincs igénye. Érted? Mert végtelen az időtartama. És onnantól kezdve a léleknek nem számít, hogy most van, vagy 100 év múlva, vagy 10 000 év múlva. Nem számít. Mert végtelen az élete. Érted? És akkor ehhez képest itt vannak az emberek, és akkor tudomásuk a lélekről gyakorlatilag nulla, hogy hogy is működik a lélek. Információjuk nulla, utána se néznek, hogy hogy működik ez. És bőven megelégednek azzal, hogy a testüket szolgálják. Tehát a testük igényeit kiszolgálják. És vajon mi lehet a lelkednek az igénye? Tudod, mi a lelkednek az igénye? Elsősorban. Szeretet. Mekkora szeretet vesz téged körbe? Hú, de jó kérdés. Dolgozol-e azon, hogy körülvegyen a szeretet? Hú, de jó kérdés. Ha megnézed a szeretetnek, mi köze a fizikához? Teljesen kvantumfizikai elven működik. Oké? Okay? Akkor nézzük tovább. Mi az igénye a léleknek, a szereteten túlmenően? Békesség.
Béke. Hát ehhez képest nézd meg, hogy ha békés ember vagy, akkor az jó. De ha nem, akkor az baj. De ne úgy legyél békés ember, hogy lusta is. Tehát békességre van szüksége. Mire van még szüksége? Pozitív dolgokra. Boldogságra. Boldogságra. A mai kor embereinek, főleg a fiataloknak boldogság egyenlő élvezetes szex. Ez a boldogság. És akkor ez minél sűrűbben van, akkor mi annál boldogabb, úgy gondolja legalábbis. De van egy rossz hírem. A léleknek nincs szüksége szexre. Tehát arra sincs szüksége. Érted? Tehát a lelket a szex nem boldogítja. Az egy ösztön. A szex. Van egy rossz hírem, másik rossz hírem. A fentiek nem szexelnek. Basszus kulcs, de rossz hír. Másba lelik az örömüket. Na, mit szólsz hozzá? Szóval, milyen igénye van még? Mi vajon a legfőbb igénye? A léleknek. A pozitív teremtés. Így van. Tehát a pozitív teremtés. Hogy teremtsem. De teremteni csak egy feltétellel lehet. Ha az embernek van, illetve a léleknek van tudása a teremtéshez. Na most, hogy minél többet teremtsen egy lélek, annál több tudással kell rendelkeznie. De nem a tudás a célja a léleknek, hanem a teremtés a célja. De csak úgy tudja gyarapítani a lélek a teremtő készségét, képességét, hogyha tudást szerez. Lélekkérdés. Most gondolj bele, itt vagyunk mi emberek. És akkor most egy kis spirituális dologgal foglalkozunk. Bezártak a lelkünket ebbe a testbe. Úgy alakították ki ezt a testet, és mielőtt leszülettél, elvették a tudást, hogy kiléphess ebből a testből. Ha ki tudnál lépni ebből a testből, akkor gondold végig, hogy ott hagynád a fészkes fenébe. De ugye annak a tudását, hogy hogy kell kilépni a testből, azt is elvették. Azzal nem rendelkezel. Oké? És ugye megalkották ezt a testet úgy, hogy ne tudj belőle kilépni. Csináltak ide egy jó kemény boltozatot, megnézed, kopog. Megnézd csak meg a tiédet, az is kopog. Jó kemény, ugye lehet kopogtatni. Hogy biztosíts, hogy ne akarjunk kilépni ebből. Lényeg az, hogy elérték azt, hogy nem is lépünk ki. És gondold végig, hogy
így mennyire tudsz szabad lenni? Mert a szabadság az megint csak nem egy fizikai dolog, akármilyen hihetetlen. Az megint egy szellemi dolog, a szabadság. Hát fogd már meg kézzel a szabadságot. Nem tudod megfogni, nem? Meg tudod fogni a szabadságot? Nem. Tehát akkor gyakorlatilag a legtöbb ember azt hiszi, hogy ha nem vagyok lebilincselve, akkor szabad vagyok. Aha. Hát most gondolj bele, itt volt ez a 3 hónap. Oda utazhattál, akarsz. A világban. Tehát szabad voltál? Hát a szocializmusban messzebbre utazhattunk. Simán. És akkor az volt a békjózott világ, mikor békjózva voltak az emberek. Akkor ez most mi, ami most van? Tehát a lélek szabadnak született. Tehát szabad. Nem szereti a nem szabadságot, tehát a zártságot. Tehát nem szereti. Tehát a lélek azt szereti, a szabad. Most gondolj bele, itt csinálják nekünk a technikai berendezéseket itt a világban, hogy tudjunk velük közlekedni, nem? Autó, meg repülő, meg stb. Azt gondolj bele, a lélek meg olyan sebességgel képes közlekedni, hogyha ki tud lépni a testből, és el tudná hagyni a föld környezetét, ha nem lenne ez a háló, azt gondolnád, hogy jó, most fölnéz este a csillagos égre, na most mit tudom, mi megmondott, hogy ott az a csillag, utána nézni, hogy az milyen naprendszernek a csillagja, és akkor ott biztos van valami bolygó, akkor gondolat sebességével, tehát ahogy kigondoltad, abban pillanatban már ott lennél. Tehát a lélek ilyen sebességgel tud közlekedni. Semmilyen közlekedési eszköz nem tudja követni ezt a tempót. És akkor az tök mindegy, hogy hány ezer vagy millió fényévre van. Te ott tudnál lenni abban a naprendszerben, és akkor megállnál, és megnéznéd, hogy hol van itt egy bolygó, ahol körülnéznék. És akkor már ott is lennél. Érted? A következő pillanatban, amikor megláttad azt a bolygót. És nem számít, hogy az forr az a bolygó éppen a vulkánoktól. Nem számít, érted? Mert a léleknek nem számít. Most gondold végig, van egy ilyen lélek bennünk, amely be van zárva. Egy olyan lélek, amelyik egyik pillanatra másikra millió vagy milliárd fényéveket tud közlekedni egy gondolat sebességével. Érted? És akkor be van zárva. És akkor az emberek azt hiszik, hogy szabadok. Hát hol van itt a szabadság? Hát gondold végig, a szabadságod még attól is függ, hogy mennyi pénz van a zsebedbe, vagy a bukszádba, vagy bankszámládon, nem? Még ez is függ. Ettől is függ. Ha nincs elég pénzed, nem tudsz utazni. Most gondolj bele, hogy itt vagy te, mint ember, és bekorlátozod magadat a szabad életben, hát mert szolga akarsz lenni, mert az a te döntésed, nem másé. És akkor van benned egy lélek, amely a gondolat sebességével tudna közlekedni. Jó, azt meg tudnád csinálni, hogy itt a Földön egy gondolat, egy pillanat alatt oda jutni bárhova. Ez a 45 ezer kilométer sem kis távolság, nem? Hogyha megnézzük a kerületét a bolygónak. Tehát, és akkor a legtöbb ember az
azt gondolja, hogy egy kicsit utazgat, akkor boldog. A lelked az akkor boldog, ha tényleg szabad vagy. Érted? Miben tud megnyilvánulni most a te szabadságod leginkább? Hogy azt csinálhatnád, amit szeretsz. Oké? Okay? Tehát azt csinálhatnád, amit szeretsz. De ezzel kapcsolatban van egy kis gond. Ezzel kapcsolatban van egy kis gond. Hogy olyat kell csinálni, ami biztosítja a testednek a szükségleteit is, meg az igényeit. Mert hogyha te sokáig csinálsz olyan dolgot, amit szeretsz, de nem jövedelmező, tehát magyarul cserét nem nyújt emberek számára, akkor hamarosan baromi rosszul fogod érezni magad abba a cselekvésbe. Mert mondjuk éhehalsz közbe. Tehát az embernek olyan dolgot kell végeznie, amit szeret, és cserét tud adni, és ha már cseréről beszélünk, akkor viszonzást is kap. És ez a viszonzás kellően biztosítja, hogy az illetőnek a igényei, szükségletei teljesítve legyenek. Oké? Okay. De hát sok embernek ez kevés. Neki több kell. Hatalom kell. Hatalom. Nem elég az igény meg a szükséglet, vagy szükséglet meg az igény. Még kell neki hatalom is. Na most erről csak annyit szeretnék mondani, hogy voltak ilyen lények odafönt is. Nem emberi léptékű lények, hanem sokkal nagyobb léptékű értelmes lények. Akinek hatalom kellett. Úgy hívják, hogy Lucifer. Hallottatok már róla? Tudod, mi lett a hatalmának a vége? Tehát a hatalom éhségének a vége. Számüzetés. Oké? Okay. Tehát számüzték. Tehát a hatalom az lehet, hogy igény embereknél, de hogy jó vége nem lesz. A hatalom éhségnek. Jó vége nem lesz, az biztos. Én még nem láttam, akár a Földön megnézve, annak jó végét annak az embernek, amelyik ilyen nagyon hataloméhes volt. Lásd például Hitler, Napóleon, stb. Stb. Tehát a hataloméhségnek, tudod miért nincs jó vége? Mert az a hatalomvágyás, az nem pozitív energia. Negatív energiát teremt vele a lény. És az azt jelenti, hogy körbe fogja venni a negatív energia. És az élete átfordul negatívba. És a vége az lesz, hogy pórul jár. És mindenki így járt, akinek ilyen hatalom éhsége volt. Tehát ugye a hatalom éhségben benne van a hódítás, ha jobban megnézed. Hogy igázzunk le,
embereket, népeket, stb. Stb. Nem pozitív energia. Tehát olyan dolgokat is tanulunk, ami a lélekhez kapcsolódik. De természetesen nem ez a fő tanítás, hanem az a fő tanítás, hogy nézzük meg, mi a fő tanítás. Hogy az embereknek eljutassuk a tudást és a képességeket, sőt gyakorlási lehetőséget is adjunk nekik. De mire? Hát az élet és emberismerethez. Hogy minél jobban bánjanak az emberekkel és az élettel. Hogy képesek legyenek élethelyzeteiket helyesen megoldani. Képesek legyenek megelőzni a negatív élethelyzeteket. Képesek legyenek célokat elérni, megvalósítani. Képesek legyenek mások és az élet jobbítására. És ezt csak lelki fejlődésen keresztül lehet megvalósítani. És az ember lelkileg fejlődik, és ezeken a területeken elkezd jobban működni, akkor képessé válik arra, hogy több szeretetet működtessen, több béke legyen az életében, egyre több szeretet, egyre több béke, egyre több boldogság. És ha ebben segít másoknak is az ember, hogy ez működjön, hogy önálluk is egyre több és több legyen a szeretetből, a békéből és a boldogságból, na akkor el fogjuk érni, hogy aranykor legyen. De nem majd, ez le van határidőzve. 2035-ig kell megcsinálni. És legalább 9 év fejlődés kell hozzá, tanulás, tanítás kell hozzá, hogy az ember ezt meg tudja csinálni. Hát ha megnézzük, akkor 2035-ig már csak 15 év van, nem túl sok. Most van a kiválasztódás. Nyilván minél előbb elkezdi az ember, annál jobb.